Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Mai vendégem Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténész. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szervusz, én is köszöntelek. A beszélgetésünk apropója pedig, hogy a közelmúltban átvetted a Berta Bulcsú emlékdíjat, ami egy, azt gondolom, hogy egy rendkívüli rang. Hiszen ha a háromszoros József Attila díjas Berta Bulcsúról beszélünk, aki 20 esztendeje az idén nincs köztünk már sajnos, akkor megállapíthatjuk, hogy abban a műfajban, amit ő egészen kiválóan, tehát magas szinten művelt, és most nem is csak a versről, a bármilyen írásáról, a prózáról beszélek, hanem a publicisztika műfajában is ő egészen kiemelkedőt alkotott. Mielőtt a díjadról beszélnénk, akkor pontosan ezért, mert ő méltatlanul elfeledett, nagyon kevés szó esik róla. Hiszen a jelenkor az és, aki annak idején olvasta, tele volt azokkal az írásokkal, ami azt hiszem, hogy mindannyiunk javát, az irodalomkedvelők javát szolgálta. Neki milyen emlékeid vannak Berta Bulcsúról? Én személyesen nem ismertem, de ahogy mondod is, nagyon kötődött ahhoz a szellemi körhöz, amiből nekem is volt részem, hiszen a pécsi diákkor hozott igazából közel az ő irodalmi tevékenység. Ez egy nagyon jó prózaíró volt. Természetesen a balatonfüredi megemlékezések és díjak azzal kapcsolatosak, hogy a Balatonhoz is nagyon sok szállal kötődött, de valamire kiegészíteném még az ő tevékenységét, ugyanis legendás interjúkat készített a korszak legfontosabb íróival. Hozzáteszem, hogy a hozzánk közel álló Kalász Márton, a Sobor Antal, a Takács Imrével is, kötetben is megjelentek ezek az interjúk. Ha jól emlékszem, ezeket a jelenkorban közölték folyamatosan. Igen. Egyébként. Lázár Ervin, Illyés Gyula, Mándi Iván, Zeg Zoltán, Örkény, tehát mindenki. Mindenki, aki számított akkoriban. Egyébként állandó kérdései voltak, ha jól emlékszem. Most fölsejlik ilyen kérdés, hogy mit gondolsz arról, hogy van-e élet a hold túlsó felén, vannak-e visszatérő álmaid. Éppen Fábri Sándorral viccelődtünk ezen annak idején, amikor együtt diákoskodtunk, és ugye ezek az állandó kérdések minden íróból más és más hoztak ki. Rendkívül jó interjúk voltak, én azt hiszem. Tehát most neked mondjam, hogy az interjú milyen fontos adott esetben egy irodalmi alak megismerése szempontjából, tehát egy író vagy egy költő megismerése szempontjából, de mindamellett természetesen elsősorban író volt, de hát én azt hiszem, az írói tevékenységének a részét képezte az interjú készítés. Egy irodalomtörténész kollégád sütötte el ezt a jelzőszerkezetet, ami azóta is a Jelenségek címe, volt egy délutáni műsor a Berta Bulcsúnak, hogy ő a szóhalászok óriása. Igen, ez nagyon jó, igen. Hát ő nagyon jól halászta a szavakat kétségtelenül. Igen, és akkor ha arról beszél, ugye tudjuk, hogy ő a Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja 1992-ben alakult meg, és akkor ez nagy szó volt, hiszen a rendszerváltás után volt 2-3 esztendővel, amikor ők valami újat akartak. Egyébként az írásaiból kiderült, hogy ő újat akar. Mást akar és másként ír. Egyértelműen nagyon jó publicisztikát is írt egyébként az akkori élet és irodalma többek között. Én azt hiszem, hogy az ő tevékenysége mindenképpen része volt annak, amit úgy hívunk, hogy a rendszerváltozás, vagy rendszerváltoztatás, vagy rendszerváltás előkészítője, ami az irodalmi életet illeti. Nagyon tiszta, kemény hangú író volt, én azt hiszem. Hát azt mondtad az elején, hogy keveset szólnak róla. No, de hát az az igazság, hogy a utókor sajnos néha nagyon feledékeny és igen jelentős életművekről esik kevés szó. És igen, az írásai, a publicisztikája végletekig leegyszerűsített mondatok, de tiszta és világos minden. Mielőtt feljöttünk, elolvastam egy ilyen publicisztikáját, Kesudió az. Hát igen, a Kesudió, szenzációs. A Kesudió vitára ugye emlékszünk, annak idején nagy port kavar föl, természetesen nem a Kesudióról szólt, ami egy számomra akkor ismeretlen növény vagy gyümölcs volt, hanem nagyon élesen, nyilván akkor nekem nem olyan friss az élményem, én most nem olvastam el, de biztosan számodra is kiderült, hogy nagyon fontos társadalmi kérdésekről igen, szólt, és utána hetekig ment az ésben a vita ezzel kapcsolatban. Volt ez a Kesudió vita. No, azon viszont nincs vita, hogy ha valaki erre a emlékdíj pályázatra jelentkezik, akkor nagyon is határozott elképzelései vannak arról, hogy mit szeretne. Ugye itt a Balaton és térsége természeti kulturális sajátosságainak bemutatása egy kicsit emlékszerűen, ahogy te írtad ezt meg, és most azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy mi ezt a Víztáj Irodalom Balatoni Villanások címmel megjelent alkotást
elolvassuk közösen. De még hadd tegyem hozzá előtte, hogy én nem jelentkeztem erre a pályázatra, ez egy meghívásos pályázat volt. Szakonyi Károly volt egyébként, aki ült már ebben a stúdióban a vendégetként a elmúlt időszakban. Mezei Katalin keresett meg egyébként többünket, hogy ez egy meghívásos pályázat, és erre, ha úgy gondolok, akkor nyújtson be egy írás. Hát ez volt az, amit én benyújtottam. No, akkor kezd és felváltva olvassuk, ez is különleges. Igen. Mert hogy különleges az írás is. Víztáj irodalom, balatoni villanások. Egy-egy gyerekkori emlék, anyámmal, apámmal. Aztán a szabadság napjai a katonaság után. Egy lány mosolya a szomszédházból. Káptalan füred alsóőrs. Sok-sok éve gyerekeinkkel. Kenese az akaratjai löszfal. Onnan a végtelen, hosszú sáv, tengerpartot idézve. Egy lelki beszélgetés Tihanyban Korzsenszky Rihárddal, ahol azokat a csodaszép fotókat készítette a Perjel, és ahol a kultúra is otthonra lehet, Isten szép ajándékaként. Vagy éppen a Visszhang unokáinkkal, ahol a történelem és a jelen egymásba olvad. Egymásba olvad a tájjal, a vízzel, a levegővel. És füred. Deák Ferenc szobra mellett egy döntő pillanat. Megkérem leendő feleségem kezét. Ott a sétányon, az élet sétányán. Nem messze fiam koncertje. Éjjel gyrosz pitával. Maszat a csillagfényben. Vagy éppen irodalmi és Prasznoszky Mihályla vaszali villában. És persze a Tempevölgy. Egy meghitt augusztusi este a siófoki mólon újra rám ragyognak a csillagok. Emlékek elmúlt nyarakról, emlékek a sejmes és simogató vízről, emlékek rohanó életemből. Hajózás Keneséről Tihanyba és vissza. Harmattal hűsített ebéd egy étterem teraszán. Édes fagylalt, alattunk a tó. Reszkető hold a tóvizén. Régi slágerek, illés nosztalgia az akaratjai zenésesten. Varnusz Szavér orgonája a Kenesei református templomban. Hogy zúgott a hang az esti szélben? Majd istentisztelet, beszélgetés a friss levegőn. Aztán Szigliget, az alkotó és pihenő kastély. Közös asztal Alföldi Jenővel és Dobozi Eszterrel. A másik évben Bartusz Dobosi Lászlóval, akivel Kalász Mátorról beszélgettünk. Séta a parkban. A várban egy novemberi délután. Álltunk az őszvégi fényben, egy hatalmas hófelhő közeledett száguldva. És ahogy jött, úgy át is vonult fölöttünk és rajtunk. Újra szikrázott a fény a sötétség után. Úgy történt mindez, ahogy az idő is száll, ahogy múlik. Néha álmaimban visszatér ez a pillanat. Néha álmodom arról is, milyen szép napokat éltünk át az akaratjai Kodolányi házban. Abban a házban, ahol nagy művek születtek, és ahol megfordult a magyar irodalom színe java. Aztán az íróról elnevezett főiskola pihenőháza lett. Sajnos ma már nem az, mert eladták. Kár. Innen nem messze Sobor Antalék nyaralója. A jeles író többször sétált velünk a környéken, megmutatta, hol lakott Veres Péter, közben ittuk Béla borát, a szomszédban lakó jó barátét. A jelenben is életem része a Balaton. Sokszor ülünk és olvasgatunk a Kenesei parton, figyeljük a hattyúkat, a vadkacsákat. Fürdünk a strandon. Barátainknál Fonyód Béla telepen, szemben Badacsony. Szép a túlsó part. A ma bizonyos túlsó parton pedig Íjés és Németh László, Borsos Miklós és Egri József. És Fodor András, akit épp itt Fonyódon ölelte halálra a tó. Elmúlt nyarakon, ahogy Cseh Tamás énekelte. Vajon hány nyár vár még? Nos, a végletekig letisztult mondat az utolsó kérdés. Köszönöm szépen, azt különösen köszönöm, hogy sok nyár vár ketten még. Ketten olvashattuk fel. No, sok nyár vár még. Ezt nem tudhatjuk természetesen. Azt tudjuk, hogy mi szülte ezeket a gondolatokat, de általában az ember fiának meg kell előszakolnia magát a te hivatásodban is, hogy tőmondatokban beszéljen, és hogy ugyanolyan hatásos legyen, mert azért terjengős körmondatok azok hatásvadászok. Nem, erre nem azt mondtam, hogy ez rád jellemző feltétlenül, viszont azt hiszem, hogy ez egy különlegesen nehéz műfaj. Igen, meg hát ráadásul nem is ezt a műfajt művelem elsősorban, hiszen ha kritikát tanulmányozik az ember, akkor teljesen mások a műfaji követelmények. De azért mindig bennem volt egy ilyesfajta indíték vagy elképzelés is, hogy tulajdonképpen azt hiszem, amikor íróról, költőről, életművekről írok, akkor is azért én szeretném, hogyha magam is meg tudnék nyilvánulni mindezekben. Hozzáteszem, hogy
Bizonyos szempontból ez egy négykezes alkotás, ha szabad alkotásnak hívni, ugyanis a feleségemnek volt benne része is. Én azt hiszem, hogy nagyon sok része volt abban. Tehát, ha úgy tetszik, szinte együtt írtuk, hát aztán én neveztem be erre a meghívásos pályázatra, és engem díjaztak. De én hozzáteszem, hogy mint ahogy valami szinten szereplője is néhány szónak, néhány mondatnak, így ez az ő műve is. Ezúttal is gratulálok mindkettőt. Köszönjük szépen. Ezek a történetek, nagyon rövid, zanzásított történetek, mégsem olyanok, mint a mostanság, hogy egy fiatal, a Swift Gulliverről, ezt számtalanszor elmondom, annyit tud, hogy egy zaklatott életű hajóorvos nagyon kicsi, meg nagyon nagy emberek közé kerül. Ezek ugyanilyen rövidek, ugyanakkor benne van az élmény, az emlék, vannak mélységek benne, magasságok, párhuzamok, minden, ami egy jó írást jellemez. Hát nagyon jól estek ezek a gondolataid, én ezekre nem gondoltam, az igazság, mikor előástuk a múltbéli élményeket, amelyek a Balatonhoz kötődnek, de a tömörség itt egyébként követelmény is volt, mert meghatározták, hogy nagyon rövid írásnak kell lennie. Na most az, hogy mi rövid és mi nem rövid, ez egy más kérdés, mert van úgy, hogy egy néhány soros szöveg is hosszúnak tűnik, hogyha nem sokat ér, és fordítva. Tehát van úgy, hogy ugyanakkor terjengős mondatok is lehetnek pozitív és negatív értelműek is. No, hát én gratulálok, és akkor beszélgessünk tovább, hiszen csütörtökön megnyílik a Határon túli irodalom napjai. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos nekünk. Én nem hoztam be most a meghívót, de rendkívül fontos kérdésköröket tárgyaltok, hiszen a beszámolókon, illetve az előadásokon ott leszünk mi is, és majd tájékoztatjuk a nézőket. Hát először is a határon túli irodalom érintő, a migrációs válság, a támogatási rendszerek változásai, az mind meg annyi fontos kérdés. Erről néhány szót ejtsünk azért. Igen, csütörtökön 16 órakor kezdődik a hagyományos, most a hagyományosnak mondható határokon túli irodalmi tanácskozás a Vörös Marti Társaság Kossuth utcai termében is tart egészen szombat délig. Hozzáteszem, hogy nem én vagyok ebben a legaktuálisabb személy, hiszen Bobori Zoltán a társaság elnöke, aki hosszú évtizedek óta már még a Szent István művelődési ház igazgatójaként ugye elkezdte Arató Antallal és másokkal ezeket a rendezvényeket szervezni, és hát nagy öröm, hogy ez azóta is él, és ahogy mondtad is, tényleg olyan kisebbséget érintő sorskérdések kerülnek terítékre, az irodalmi kérdések, a szakmai kérdések mellett, amelyek közül például ugye most a kárpátaljai helyzet ugyancsak sok aktualitás szül, itt lesz Vári Fábián László kiváló költő arról a vidékről többek között, és én azt hiszem, hogy ezek a most a világot és a térséget érintő kérdések, ezek megkerülhetetlenek lesznek. Hozzáteszem, ugyanakkor természetesen az irodalom van a középpontban. Például lesz egy pár téma, az erotika. Az erotika témáról, igen. Is. Ebben éppenség Péntek Imre fog például, aki ugyancsak Fehérvárhoz országról kötődik előadást tartani, és sok egyéb, ami én azt hiszem, hogy fölkeltheti az irodalom barátok és a kisebbségi sors iránt érzékeny emberek érdeklődését. Igen, tehát csütörtökön 16 órakor van a megnyitó, 18 órakor Konrád Sutaszkival, a lengyel nemzetiségi önkormányzat országos elnökek, egyébként egy remek... Aki egy lengyel származású Magyarországon egy kiváló író. Lesz beszélgetést pénteken egész nap előadások, tehát érdemes, és szombaton nem különben. De pénteken még hozzáteszem, hogy most az utóbbi időben Zoli főként október 6-a köré csoportosítja ezt az eseményt, és a hagyományok szerint október 6-án este 6 órakor lesz az egy aradi bírtanokra megemlékező műsor is természetesen. No, hát természetesen ott leszünk mindenképpen. Köszönjük pénteken szépen. Is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és még egyszer gratulálok. Azt hiszem, hogy megérte megismerni a nézőknek is, a hallgatóknak, az irodalomkedvelőknek ezt a Balatoni Villanások című írást, hiszen tényleg nagyon jó. Úgyhogy köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Mi pedig folytatjuk a Paletta magazint, kedves nézőink. Következzék a Zene Világnapjáról készült összeállításunk, hiszen hagyományos módon az Albarégia sportcsarnokban, Arév csarnokban ünnepelt Székesfehérvár apraja nagyja, zenekedvelők és a zene művelői szeretői egyaránt. Székesfehérvár hagyományosan egész estés rendezvénnyel ünnepelte a Zene Világnapját. A város gyermek és felnőtt kórusainak, valamint zenekarainak előadásában népdalak, kórus és zeneművek csendültek fel magyar és nemzetközi alkotóktól.
Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kifejezte, hogy a rendezvény büszkeséggel tölti el, látva a jelenlévő ifjú és felnőtt kóristákat, zenészeket, valamint a kortárs zeneművet hallgatva, amelyek mind a város kulturális életének hordozói. Elég ebbe a csarnokba most körbenézni, különösen ugye azokra a lelátókra, ahol körbevesznek minket azok a kisebb és nagyobb gyermekek, fiatalok, akik mind-mind a zene öröme által fejlődnek, növekednek, értékben gazdagodnak, és nyilván rajtuk keresztül pedig ott van az a nagyon-nagyon sok intézmény, tanár, oktató, pedagógus, aki őket segíti, neveli, és az a széles zenei és egyáltalán kulturális kínálat, ami ezt a várost jellemzi. És mit kell tennünk? Ezt folyamatosan gyarapítani, erősíteni, és megteremteni azt a háttérbiztonságot, hogy a szakemberek nyugodtan végezhessék a munkájukat. Ha végezhetik, akkor annak pedig ilyen csodálatos esték lesznek az eredményei. Kicsibe és nagyba egyaránt. Varga Tamás országgyűlési képviselő számára is különleges jelentőséggel bír a zenevilágnapja, az összetartozás ritmusa. Csodálatos, fantasztikus hangulat mindig itt az arénában. Ez éppen előbb beszélgettünk arról, hogy talán Guinness rekordgyanús is, amikor ez a sok-sok kisgyerekből és felnőttből álló kórus együtt énekel, talán rekordot is döntünk, ilyen nagy kórus ritkán hallani. És beszéltünk a zene egyetemességéről és a különböző nyelvű kultúrák közötti kapocs mi volt állóról. A megnyitott követően Selmeci György, Alba Félix, Ó szép fényességes hajna című a város és az Alba Régia Szimfonikus Zenekar felkérésére komponált szimfonikus költeményének ős bemutatóját hallgathatta meg a közönség a komponista vezényletével. Megtisztelő volt a meghívás, nagyon örültem neki, és azt kell mondanom, hogy természetesen minden kultúrember számára Fehérvár, minden magyar kultúrember számára Fehérvár nagyon fontos láncszem, minden alkotóművész számára is. Úgyhogy nekem öröm volt olyan darabot komponálni, ami valamelyest utal arra szellemi térre, vagy arra történeti térre, amelyet Fehérvár is képvisel. A fesztivál főszervezőjeként Kneifel Imre, a Kodály Zoltán általános iskola igazgatója ez évben is sokat tett azért, hogy a nézők hiteles betekintést nyerhessenek a város zenei közösségeinek életébe, szakmai munkájába. A többitől eltérő és kiemelt helyzetben vagyunk azáltal, hogy egy olyan programot, Kodály elképzelését hajthatjuk végre, amelyben minden nap énekóra szerepel, kórusok és ugyanannak a gyerekek tanulnak ugyanúgy, mint a többi gyerek. Tehát, hogyha minden iskolában többet lehetne énekelni, akkor ezek a sikerek mindenkié lehetnének, ilyen mértékben, mint mi nálunk. A Fricsai Richard zenei díjat Gottliebné Kálmán Terézia, a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola tanítónője vehette át. A pedagógus 1978-tól dolgozott a Kodályban, tavaly vonult nyugdíjba. Közel 40 esztendőn át meghatározó pedagógus egyénisége volt az iskolának. 38 éve vagyok az énekzenei iskolában, a Kodály iskolában most már. Hogy mit kellett tenni? Hát először is elhivatottnak kellett lenni. Nagyon szeretni a gyerekeket. A köszöntők után került sor az éneklő ifjúság díjainak átadására. Arany minősítést kapott a Ciszterci gyermekkar, aranydiplomát a Teleki Blanka gimnázium fiúkara, továbbá szintén aranydiplomát vehetett át a Teleki Blanka gimnázium vegyeskara. Az év kórusa lett a Kodály legkisebbek kórusa, aranydiplomát kapott a Kodály Zoltán iskola kicsinyek kórusa és az iskola vegyeskara. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra, minden jót kívánok!